A koronavírus járvány miatt március közepén a világ sportjával egyetemben Magyarországon is megállt a sportélet, nemhogy versenyeket, edzéseket sem lehetett végezni a megszokott körülmények között. Az elmúlt hetekben aztán oldódtak a szigorítások, befejeződhetett a labdarúgó NB1, atlétikai versenyeket is rendeztek, és több sportágban is összehívták a válogatott keretet. A sportélet felelős államtitkár szerint a versenyzők, edzők, sportvezetők a veszélyhelyzet idején fegyelmezetten betartották a járványügyi előírásokat. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország kiemelkedően jól tudta kezelni a helyzetet, és ennek megfelelően, hogyha esetleg jön egy második hullám a magának a járványnak, már sokkal egyszerűbb lesz, akár a sport területén belül is. Meghoztuk nagyon hamar az intézkedéseket, az ajánlásokat, a javaslatokat, és olyan protokoll előírásokat, amelyekkel tudtuk segíteni a szabadidősportban élőket, valamint az élsport és az utánpótlás nevelésben élőket. Napi kapcsolatban voltunk a sportági szakszövetségekkel, a klubokkal, a városi vezetőkkel, a létesítményfejlesztőkkel, illetve a fenntartókkal, és így tudtuk segíteni azt, hogy mikor mit kell alkalmazni napi szinten, minden helyzetre automatikusan válaszolva. Úgyhogy úgy gondolom, hogy beindul az élet, hiszen most már elkezdődött a felkészülés is, és a következő célok kitűzésével el fogják tudni érni a célokat a fiatalok, illetve az élsportolóink. Ugye jövő évben van 21-ben a Tokiói olimpia, erre már készülnek az olimpikonok, és ugye a felkészülések mennek. Schmidt Gábort a NOB legutóbbi közgyűlésén választották meg a testület nyári sportágakért felelős alelnökének. A sportvezető szerint már újra tervezték a felkészülés menetét a jövő évi tokiói játékokat illetően. Azt hiszem, hogy egy nagyon kemény menet van a Magyar Olimpiai Bizottság és az összes sportág, a nyári olimpiai sportágak előtt, hiszen ahogy nálunk is kajakkenuban mindenhol tart az újra tervezés. De azt is el szeretném mondani, hogy én azt látom, hogy az elmúlt 4 éves időszakban a Magyar Olimpiai Bizottságon belül és a sportági szakszövetségek között egy nagyon jó együttműködés alakult ki. Nagyon sok mindent megbeszélünk, mindenki átbeszéli a kollégákkal, a szövetségek egymás között a tapasztalatokat, és most egyébként a vírushelyzet idején is tudtunk, segítettünk egymásnak, hogyha azt kellett megszervezni, hogy tesztek legyenek, ha az edzőtáborokat kellett megszervezni. Tehát én azt hiszem, hogy ez az együttműködés, ami az Olimpiai Bizottság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a szövetségek között megvan, ez nagyon fontos lesz abban, hogy jól szerepeljünk, és ebben én egy nagyon fontos katalizátor szeretnék lenni alelnökként is, úgyhogy én azt hiszem, hogy jó úton járunk. A tokiói olimpiát egy év csúszással 2021. július 23-a és augusztus 8-a között rendezik meg. A magyar sportolók eddig 76 kvótát szereztek a jövő évi ötkarikás játékokra.